Bemutatta a munkáspárt és a fővárosi jelölteket, 8 kerületben saját polgármester jelölttel próbálkoznak, és a korábbi ígéretnek megfelelően Türmer Gyula pártelnök elindul a főpolgármester választáson. Azokra számítanak, akiknek nem tetszik a kormánypártok politikája, de nem kérnek az ellenzéki politikai bohóckodásból sem. Élő zene kíséretében népszerűsítette a munkáspárt a programját délelőtt a fehérvári úti vásárcsarnok előtt. A párt kampányindítóján bejelentették, hogy felkészültek az önkormányzati választásokra, és önállóan indulnak. A munkáspárt 8 budapesti kerületben nevezett meg polgármesterjelöltet, és mintegy 40 egyéni képviselőjelöltet is indítanak. Azt várjuk az önkormányzatoktól, hogy segítsenek az embereknek. A munkáspárt főpolgármester jelöltje szerint segítő önkormányzatokra van szükség. Türmer Gyula azt mondta, hogy ők az emberek gondjaival szeretnének foglalkozni, ebben pedig nincs helye politikai bohóckodásnak. Éppen ezért, mint fogalmazott, nem közösködnek a többi ellenzéki párttal, mert azokat a pártelnök szerint csak a hatalom megszerzése érdekli. Nem egyéb a hűs nyári szobába kitalált politikai cirkusz ötletekre, hanem valóságos cselekedetekre van szükség. Ezért nincs közös utunk az ellenzéki pártokkal, azzal a tömörüléssel, amit Budapest számos kerületébe részre hoztak. A munkáspárt főpolgármester jelöltje Karácsony Gergely egy önálló budapesti alkotmány létrehozásáról szóló ötletét is bírálta. Visszajött a nagy meleg Budapestre is. Elképzelhető, hogy egyes politikusok, hogy 35 fok felett már nehéz helyzetbe kerülnek. De komolyra fordítva a szó, ez butaság. Ilyennel etetni az embereket Magyarországot bűn. Türmer Gyula azt mondta, Budapest nem lehet egy különálló ellenzéki vár, amely a Kossuth tér ellen küzd. Ehelyett együttműködés kell a főváros és a kormány között.